boldogát. Vajon mi a titkuk az okos leányoknak? Hát a legények miben ügyesek? Ezekre a kérdésekre keresik 5 napon keresztül a választ a táborozók és a táborvezetők. A gyerekek már tisztában vannak a meseolvasás és mesehallgatás pozitív hatásaival. Fejleszti a képzelőerőt, amely a gyerek fejlődésében segíthet sokat. Meg néha egy élményt is ad a gyerek számára, hogy milyen volt az élet régen. Képzelőerő az egyrészt azért fontos, hogy a gyerekek jobban találják fel magukat, jobban képzeljenek el mindent. Nem mindent olyan egyhangúan képzeljenek el. Ezért jó, hogy a fejlettebb a képzelőerő, és ezért jó a sok mesehallgatás. Minden nap egy újabb mese köré fűződnek a programok. Ma mondjuk az erdőzöldítő mezővirágoztató király kisasszonyról meséltem, és e szerint fogunk ma egész nap dolgozni. Ugye csináltak alkotásokat zöld növényekből, délután megyünk gyógynövényeket gyűjteni, gyógykrémet készítünk, szóval hogy minden e köré szerveződik. Tegnap ügyességi játékok voltak, hogy nézzük, hogy vajon milyen ügyesek és milyen okosak a leányok. Holnap kincskeresés lesz. A táborozókra lovaglás, kézműveskedés, izgalmas csapatjátékok is várnak. Nagyon tetszik az, hogy ilyen sok az állat. Nagyon szeretek így állatok közelében lenni. És nagyon érdekes ilyen programok is vannak, meg játékok. És nagyon sokat kint vagyunk. Ami legjobban tetszett program az a lovaglás volt, meg ami ez a mostani, hogy a levelekből kell csinálni az embereket, meg az állatokat. Volt 3 csapat, és mindegyiknek volt egy ilyen üveg, ilyen, amit meg kellett tölteni, és aki megtöltötte először, az nyert. A táborvezetők azt ígérik, hogy az 5. nap végére az okosak ügyesek, az ügyesek pedig okosak lesznek.